A térfigyelő kamerarendszer hatékonyságát erősíti az a két tablet, amelyet december 18-án adtak át a helyi rendőrkapitányság részére. Ez volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet DNS Imre rendőrkapitány, Fúris László alpolgármester és Gellén Lajos, a HB.com Kábel Nonprofit Kft. Ügyvezetője tartott. DNS Imre rendőrkapitány kiemelte, a munkavégzésüket nagyban segítik majd a beszerzett eszközök. Legutóbbi szabályok szerint, utasítások szerint a lehető legnagyobb mértékben erősíteni kell a közterületi szolgálatot. Ennek keretében az egy szolgálat irányítására használatban lévő szolgálati irányító parancsnok a szolgálat idejének nappalos időszakban 30%-át, éjszakás időszakban 50%-át közterületen kell töltse. Ebben az időszakban nyilván nem fogja tudni felügyelni a térfigyelő kamerák monitorát, ezzel a két eszközzel viszont meg tudjuk ezt is valósítani, tehát nem csökken a közterületi jelenlét, viszont a terület felügyeletét a két eszköz segítségében meg tudjuk oldani. Fúris László alpolgármester hozzátette, az adományt a HB.com Kft.-n keresztül az önkormányzat azért tartotta különösen fontosnak, mert a beszerzett eszközökkel a helyi közterületeken dolgozó járőrök a város kamerarendszerének képeit folyamatosan nyomon követhetik, tehát segítik a gyors és hatékony rendőri munkát. Ugye a rendőrséggel az önkormányzatnak folyamatos kapcsolattartása van, hetenként polgármester engem bízott meg a kapcsolattartás, ezért mindig a Hajdúböszörményi aktuális helyzeteket kapitány úrral minden hét szerdáján reggel 8 órától értékeljük. Ezen túl menően is aktualitása van a bármely eseménynek, akkor természetszerűen leülünk, átbeszéljük, ha olyan jellegű információcserére van szükség, amely elősegíthet bármilyen ügyet, legyen ez akár egy rendezvényszervezés, vagy bármilyen olyan, ahol valami fajta biztosítás szükséges. És hát minden esetben ugye, hála Istennek, Hajdúböszörmény komoly térfigyelő rendszerrel, kamerarendszerrel rendelkezik, és ez ügyben is folyamatos a kapcsolattartás, illetve az a működőképességnek az elemzése, azok az elevult készülékeknek a kameráknak a cseréje, és ezt ugye a HB.com végzi a Hajdúböszörmény önkormányzata részéről, ezt a karbantartást, és hát ez ügyben is folyamatos az egyeztetés. Vannak még olyan pontjai Böszörménynek, ahol célszerű lenne fejleszteni, illetve az elavultakat is érdemes cserélni, hisz a képminőség is rengeteget változott, illetve a technika is rengeteget változott hosszú évek alatt. És hát ezeknek az egyeztetéseknek az egyik ilyen egyeztetésen merült fel az, hogy a rendőrkapitányságnál is nagyon fontos a mobilitás, és ott hangzott el először, hogy egy ilyen tabletszerű valamivel, mennyivel gyorsabban lehetne reagálni, illetve a mozgóképesen tudná akár az ügyelet, vagy akár az eljáró rendőr az intézkedését megtenni, hisz egy tabletten a járművel, mikor elindul, érkezik egy értesítés, már rá tudna nézni a helyszínre, tudna elemezni, esetleg láthatna olyan jeleket, nyomokat, amely alapján az intézkedését szakszerűbben meg tudná tenni. A legfontosabb, hogy gyorsabban. És ezen az egyeztetésen meg is egyeztünk abban, hogy majd megnézzük a lehetőséget. És itt szeretném megköszönni Gellén Lajoséknak, a HB.com-nak, hogy Hajdúböszörmény város önkormányzatának 2 darab 10-szoros tablettet vásároltak. Ugye van egy külön applikációja ennek a programnak, amely a városi teljes kamerahálózatot látja. A szoftvert is biztosították ehhez a tablethez, illetve annak a frissítését, és hát egy 100 gigás mobil internet elérhetőséget, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos. Hát abban bízunk, hogy ez eddig is nagyon szép eredményeket elérő rendőrkapitányságnak ezzel is segíthetjük a munkáját, és szakszerűbbek, gyorsabbak lesznek, és még kiválóbban tudják végezni a munkájukat. Gellén Lajos, a HB.com Kft. Ügyvezetője kiemelte, jelenleg is a Kft. Munkatársai végzik a kamerarendszer karbantartását, üzemeltetését, és mint önkormányzati fenntartású Kft. Fontosnak tartják a partnerintézmények támogatását.